De, hogy vajon így fog-e történni? Azt hamarosan meglátjuk. Három darab top 4-esünk már megvan, a negyedik pedig vagy a Team BDS, vagy a Gentlemen's lesz. Érkezzen a mai utolsó BO7. Érkezzen bizony, és akkor Berci, üdvözöllek ismét a kommentátori állásban, nem csak a műsorvezetői pozícióból. A napot mi ketten zárjuk. Nagyon-nagyon patináns összecsapással, ahogy nagyon szépen felkonferáltad. Hát lássuk, mi fog történni. Igen, kettő nagyon-nagyon jó csapat. Szerintem teljesítményre, illetve eredményre, inkább az eredmény szó jobb, eredményre éhes csapat. A képernyőn kék színekben a Team BDS, narancs színekben pedig a Gentlemates, Alpin. Hát lássuk! Megint csak egy kikop stratégia, ahogy azt mondtad is, nagyon el van terjedve, és nagyon próbálkoznak. Az egy másik kérdés, hogy a Vitality-nál, akik egyébként talán a lehető legjobban erőltetik ezeket, hát kevésbé jön az eredmény ennek következtében. Nem majd ennek függvényében azért elgondolkoznék a többi csapatnál is, hogy most mennyire kéne ezeket erőltetni. Egy biztos, hogy a Team BDS a támadó játékát sokkal jobban kezdi, és óriási lövéssorozatait követően Exotic megszerzi az első gólt. Van egy gyönyörűen középre bombázott labda Drolitól, előtte egy demo láttuk, Juice éppen csak visszatért a játékba, és aztán már nem volt, ő se ért vissza, és csapattársa se. Vezet a BDS, jöhet egy újabb kezdőrugás, ez most olyan lassan már ritkaságba menő, megszokott, sima 50-50 volt follow-up-okkal, de aztán megint egy majd egy kis híján megduplázott, amit a BDS, azt hittem én már, hogy benn is menj az alsó sorokban az a lövés. Megint úgy tűnt, hogy az Alpine egy kicsit túl agresszívan helyezkedett elől, de a BDS egyenlőre nem csak hogy támad, de gólt is szerez. Dróli a rövid felsőbe gyönyörűen bombázza. Juice 11 kísérjen az összes többi pixelét annak a kapunak védeni tudta volna. Erre nem számított, se nem talán a kapura lövése. Szépen rövid hosszúba Drali góljával, tehát már 2-0 a Team BDS előnye, és én csak ő tudta jobban kihozni a labdát kezdőrugás követően. Most Exoticnak kevés a boostja, és helyzetben hozta Monkey Moon-t, aki viszont szépen javított a csapattársa hibáját, és megint csak ő van fent. Látszik, hogy a Team BDS igenis komolyan gondolja, és megint csak a top 4-et célozná meg. Ez azért még, hát kívül sokat kell itt küzdeniük, mindig csak az első mérkőzés, és azon belül is még csak a harmadánál vagyunk az összecsapásnak. Szép csúsztatás Drálitól, van reset neki, Szeiko egy kicsit be van lassulva a Gentlemates, fel kell lépednie, ki kell jönniük még a zöldözőből, és ezzel a 50-vel talán meg is indíthatnánk ezt a folyamatot. Érkezik Szeiko, double touch, lejti viszont Monkey Moon-ot volt jó helyen. Most az Alpin talán egy kicsit fölébredt, ahogy mondtad, egyelőre le vannak lassulva. Jön viszont Exotic, fedezi a labdát, reset, de kipattan, Dráli előtt újabb lehetőség. Elviszi a védő fölött, üres a kapu, és aztán Monkey Moon érkezik. Egy pillanatra már azt hittem, hogy senki nem lesz ott, hogy befejezze az újabb BDS lehetőséget. Úgy hirtelen teljesen üres lett a képernyő, amit láttunk a kameraszögből. De Monkey Moon ott olálkodott. 3-0, egy nagyon magabiztos BDS látunk. Az Alpin pedig nem tudom, hogy le vannak lassulva, nem tudom, hogy izgulnak, nem tudom, hogy félnek, de valahogy nagyon kevés egyenlőre, amit tőlük látunk. Ennél sokkal több kell, és sokkal többet is láttunk tőlük korábban, közben megint Drolli tartja ott a narancsapat térfelén a labdát. Exotic felfele, de most megelőzik. Látunk azért villanásokat az Alpintól, hogy ott tudnak a meccsben lenni, de egyre kevés, most viszont Seiko szép, hát majdnem a bump is összejött, Drolli szépen kitért előle. Azt megelőzően Monkey Moon jött egy kettő darab gyönyörű 50-50-nel, most talán megindulhatna a Gentlemen's, de megint csak ott van a blokkon Monkey Moon. Gyönyörű a passzjáték, Drálitól egy kicsit kevésbé volt jó az a lövés, és az a labda pattog a kék kapu felé, Monkey Moon nézte ezt egy kicsit be Exotic, szépen javította a BDS hibáját. Kettő darab perc van még hátra az első mérkőzésből, amikor Monkey Moon érkezik egy újabb támadással.
egyelőre magabiztosnak tűnik. Vannak hibái a Team BDS-nek, de magabiztos játéknak tűnik ez, amit mutatnak, és aztán hát Drálinnak igazából ezt a gyönyörűséges corner redirectjét, hát, hogy is mondjam, jó, hát akkor menjen be, mondta ez Juicy. 4-0, úgy gondolom, hogy a legtöbb, pontosan nem a legtöbb, de a legnagyobb kérdésre lassan megkapjuk itt az első mérkőzésen a választ. Így van, közben egy demo, de ahogy mondtad ott, Juicy talán már úgy volt vele, hogy hát már így is úgy is nyernek, akkor hogy legyen egy szép klipje Drolinak, egy gyönyörű Psycho-nak nevezett csúsztatás volt a saját sarkából, most viszont a Gentleman próbál egy kis momentumot így a meccs végén még átvinni a folytatásra talán, de ez se sikerül. Drolli hozza ki szépen, megint jön a lövés, Monkey Moon aztán nem ér oda, de aztán Seiko. Seiko nem tudja átjátszani egyből a védőn, Itachi is csak beleér, jön Juicy a sarokba. De aztán Monkey Moon terület előtte, a falig viszi, most a Gentlemates talán egy picit irányítást szerez, és ők támadnak, de amint kimondom, egy előre lőtt labda, Monkey Moon. Drolli viszont egyedül nagyon kellemetlenül, de Exotic közbe szól, tisztáz a BDS. Szerintem leveszi, de most már az idő gyakorlatilag az utolsó utáni másodpercéhez közelít. Vannak lövések, vannak helyzetek a Gentlemates oldalán, de úgy igazán nagy veszélyt nagyon sokszor nem tudott tenni a BDS kapura. Több gólja volt a BDS-nek, mint a Gentlemates-nek zicsere. És hát ebben a 20 másodpercben már nagyon nem fog tudni sok minden változni. Talán még itt Drálitól egy dunk, majd Exotic-tól egy gyakorlatilag tankönyvbe illő lövés. Drálli volt az, aki hát ceiling pitch-et próbált, aztán végül nem lett jó. És Exotic úgy, ahogy van, három darab védő mellett, között, alatt, felett, akárhogy is tökéletesen elhelyezte azt a labdát a jobb alsóba. És ezzel a... Aj. BDS gyakorlatilag egyelőre lemossa a pályáról a Gentlemates-et, mondhatnám így. Miközben Monkey Moon, hát véletlen beleér. Tehát itt már idézésben csak szórakozik a BDS. Így van, még a véletlen beleér is jól sül el, és aztán végül lesz gól, lesz harmadik gól, mert azt hittem ez kimarad a kapufa. Nagyon igyekezett, hogy megtréfálja Drollit. Monkey Moon egy gyönyörű demo, de aztán Exotic, majd megint Drolli a végső gól. És egyébként, ha vége is a meccsnek, és akkor beszéltünk arról, hogy mit láttunk, akkor gyorsan Drolli játékát szerettem kiemelni. Te említetted a felvezetőben, hogy az első qualifierra még kereste a helyét. Hát itt most nagyon nem ezt láttuk. Szöges ellentéte volt. Hát jó, ez egy dolog. Igen, tehát Drolli jóval jobban beleillik most a BDS-be, de ez igazából látni is fogjuk, hogy ahogy mennek a napok, hetek, úgy rázódik bele ebbe a profi szériába az, hogy hétről hétre meg kell felelnie, és emellett nyilván a csapat is egyre jobban fog megérni. Most őszinte leszek, egyáltalán nem gondoltam volna, amikor Exotic a Team BDS-hez igazolt. Jó igazolásnak tűnt, de nem gondoltam volna, hogy mint vezető szerepben lévő játékos ennyire jól össze fogja tudni tartani ezt a csapatot így. És egyelőre azok a gyengeségek, amik nála kijöttek még a Carmin korba, ezek úgy, ahogy vannak, eltűntek itt most a BDS-nél egyelőre, és jó úton halad a BDS-a felé, hogy ha nem is egyenes út a döntőbe, de minimum a Championship Sunday-re. Egy viszonylag könnyebb út legyen most megint az övék, mert amit láttunk eddig, megint sajnos csak egy 4-0-nak tűnik, de a Gentlemates láthattuk már a korábbiakban is, hogy bármikor tud egyesből kettesbe váltani. Van, nézzük, hogy itt a második mérkőzésen sikerül-e nekik. Monkey Moon, megvan a reset is, de aztán nem ér oda, Seiko végül alatta lövi el. Most próbált, aztán Exotic-kal fordulhat a BDS. Monkey Moon próbált előtte helyet nyerni neki, Drolli megint, hol a plafonra, és aztán a backboardról csorog le az a labda, de nem érkezett már. Újabb BDS támadó, Juicy révén indulna el az Alpin. Jönni fog a középretett labda Itachi, ott Juicy fog
nem, nem fordul vele, Exotic, Drolli egyből, backboardra, double touch, és egy gyönyörű gól, ismét Drolli villan, és hát nemhogy beilleszkedett, ő az, aki vezeti ezt a csapatot lassan, azt is mondhatjuk, persze két mérkőzés az kevés, de remek formában a fiatal játékos. Az Alpine megint hátrányban, és hát föl van adva nekik a lecke, és ahogy mondtad, egyre könnyebbnek tűnik az a Championship Sundayhoz vezető út, most is blokkolják az Alpine ütövést. Továbbra sem szerzett gólt Setben a Gentlemates, és ez most sem sikerül. Drolli volt az, aki ott volt a gólvonalon, és valahogy a kapufának a segítségével ki tudta onnan azt a labdát szedni. Szóval Drollira egy kicsit visszatérve, ez tovább, tehát ezt eddig is tudta ezt a teljesítményt, szimplán csak a 3v3-ban nem volt egyelőre annyira még, nincs mondja, profi az első qualifierbe, ez most viszont teljesen megváltozik. A BDS-nél nagyon sok volt az, hogy nem értették meg egymást, hogy hogy helyezkednek, mint helyezkednek, ez most, ha nem is azt mondom, hogy teljesen megszűnt, de teljesen megváltozott a játékképe a BDS csapatától, és ezt mutatja az, hogy továbbra is az a Gentlemates, akik egyébként egy roppant erős támadó felfogású rosterre rendelkeznek, egyelőre nem tudják bevenni a kék kaput. Nem, hogy nem tudják bevenni, miközben Itachi lő, és Monkey Moon egy pincsel végül véd a kapufa, és róla attant ki, várultuk ez a labda. Ha jól láttam, tegnap láthattunk egy olyan ilyen szituációból gólt is, közben Seiko megint magasan próbálkozik. Aztán pattan vissza a lövés Itachitól, Seiko megint középre, ott lesz Juicy, megvan egy, kettő már nincsen. Ott tartja a labdát a Gentlemates, most próbálnak talán támadni, és először eddig az összecsapás során húzamosabb ideig. Bár amint ezt kimondom, egy Exotic lövésre azért Itachinak figyelnie kell, de nem jó a tisztázás, Exotic ismét gólt szerez. Itt van Exoticnak a beleérés, és ezt a Itachi szimplán beleér, de csapattárs nincs, aki átvegye ezt a lefelé pattanó labdát, úgyhogy ez úgy, ahogy van, egy gyönyörű passz volt az ellenfélnek. 2-0 megdoblázhatott előnyét a Team BDS, akik hát egyelőre robognak, mint a gyorsvonat afelé a második szedbéli győzelem felé, és nagyon gyorsan kihúzhatják így a Gentlemates-nek az első időkérését. Megvannak most már a veszélyeztetések a Gentlemates-nél, viszont most ott tartunk, hogy utána vesztik el a szervezettséget, és nem tudnak elég jól visszazárni, hogy aztán ne legyen probléma a saját kapujuknál. Na nézzük, hogy az most megtörténik-e. Seiko érkezik, nincs boostja Exoticnak, ez most egy nagy lehetőség volt, amit elszalaszt a Gentlemates, jóval több boosttal rendelkeztek pedig, mint ellenfelük. Na, még azért nincsen teljesen vége ennek a támadásnak. Opa, itt a sorban visszafele vágódik ez a labda, vártam volna, hogy a kapu elé pattan, de nem érkezett, egy lövés, blokkolják, ugyan két BDS játékos is elugrott. Azért most kicsit be vannak szorulva, megint nagy a boost előny, Itachi blokkol is. Seiko megint föl a plafonra, jön a lövés, éppen hogy nem talál az be a felső sarokba. Nagyon kevesen múlott, most már egyre közelebb a gólhoz az Alpine, de az még mindig kevés, hiszen kettőször már megtalálta azt a bizonyos gólt a BDS, az Alpine egyszer se eddig. És most megint a labda birtoklás a BDS-nél. Itachi próbál letámadni, nem sikerül, Exotic átjátsza, ketten ugranak el. Egyelőre működik, majd Monkey Moon révén Exotic gyönyörűen hívja el onnan Drolli, de aztán éppen hogy mellélő. Fél perccel a vége előtt, 2-0 továbbra is. Igen, most már nagyon-nagyon kéne, most már tömészre egy gól eljött, üres kaput vett célba Drolli. Viszont visszaért Juicy időben, és hát most már maximum csak egy szépítő találat lehet reálisan benne a mérkőzésben. Juicy még hátra viszi a nulla busztjával, de ez minden csak nem jó játék, nem egy olyan játék a Gentlemates-től, amit esetleg top 4-et érdemelne.
Egy a Team BDS, hát ha nem is olyan csúnyán csinálja mondjuk a Gentlemates-szel szemben azt, amit a Carmine Corp a Vitality-val szemben, de azért egyelőre megint csak azt mondhatjuk, hogy mint az utóbbi két meccsen, hogy egy csapat a pályán van, egy csapat pedig, hát nem tudom, mint hogyha valami nehezítés lenne, hogy a kontrollesek billentyűzettel játszak, a billesek pedig kontroll. Igen, ez nagyon szép hasonlat, egyébként én is hasonlót érzek. Nem is tudom. Nem is, azt sem tudnám, hogy az Gentlemates, amúgy mondtál, hogy nem tudnak visszazárni, de most nem is látok egyenlőre megoldást, hogy mi az, ami fogást lehetne találni egyáltalán a Team BDS-en. Nagyon-nagyon meggyőző, és nagyon tetszik a játék, közben egy időkérés, és akkor hát erre a kérdésemre nem nekem kell választ, vagy erre a kérdésre nem nekem kell választ találnom, hanem itt Eversexéknek, a Gentlemates edzőjének és játékosainak. Te esetleg látsz-e valamit, ahol fordulhatna az eddig látott játékért? Én teljesen látom, hogy hol kell javulni a Gentlemates-nek ellenállás szerint. Meg tudod tippelni. Mindenhol? Mindenhol, pontosan. Ezt szerettem volna mondani, mert jelenleg ez az a helyzet, hogy egy kicsit szórakoztam veled, meg szórakoztunk veled a 4-3-as tippet utat követően, de ez egyelőre egy clean sweep, amit itt a Team BDS művel, és félúton vannak afelé, hogy ezt megvalósítsák. A látott játék alapján nem gondolom, hogy ez a clean sweep meg fog történni, szerintem a Gentlemates azért fog találni gólt, de hogy gémet találjon ezen a BDS ellen, ahhoz bizony meg kell törnie ezt a BDS féle összeszedettséget, amit látunk. Volt egyébként pont az előző mérkőzésen olyan pillanat, amikor visszajött az a BDS helyezkedés, hogy gyakorlatilag 10 autónyi távolságon belül voltak 3-an együtt, és nagyon nehezen lehetett onnan visszazárni. Egyszerűen semmit nem tudott, semmiféle nagy nyomást nem tudott a Gentlemates ráhelyezni a BDS-re. Ami nekem nagyon hiányzik, azok a demo playek. És szerintem azok kulcsfontosságúak lennének a BDS ellen. Igen, egyébként ebben lehet valami, azt talán megmondhatná azt a eddig szinte tökéletes rotation helyezkedést és folyamatosan egymás segítését, amit látunk tőlük. Meg talán egy kick-off stratégia, megint formáció. Egyelőre nem jött össze, sőt rosszul is ül el a BDS támad megint. Nem jön össze a Bumshedról, megint a plafonról próbálkozik. Itachi van vele szembe, visszatett labda még mindig veszélyes. Juicy. És terület van, boostja, keresi a csapattársát, nincsen bump, Exotic révén felszabadul a BDS kapu, sőt, támadásba fordul át a kék csapat. Nézzük, Monkey Moon, ellövik Alpine játékos, aztán Itachi vissza, Seiko pedig lemarad a lövésről, Dráli tisztáz. Tehát egy újabb lövés, aminek a végén nem szeretik gól, Juicy gyakorlatilag ott állt egy helyben az ellenfél backboardján, pont rajta volt a kamera, én nem is értem, hogy utolsó védő ott volt hátul, miért nem megyünk rá a demóra? De ezekre a demo szituációkra gondoltam, ezeket már mondjuk egy Carmine Corp, vagy egy jobb formában levő Oxygen is már megtette volna, úgyhogy fogalmam nincs, hogy jelenleg mit csinál a Gentlemates, na talán most Drali gyönyörűen helyezkedik, megint jött egy lövés, ez sem pontos, kaput nem fog találni, Exotic pedig lobosztán rendelkezik, úgyhogy mindent tud csinálni, csak éppen nem megtartani a labdát. Itachi gyönyörűen flip-reset el, hát egyelőre nem meggyőző ez a Gentlemates játék. 11 és fél tiszta játék idő, 11 és fél perc tiszta játék időt követően továbbra is a BDS nullázza a Gentlemates-et. Ez a Juicy Airdribble. Elkezdtek talán agresszívabban játszani, vagy megpróbálnak a Gentlemates-nél. Lehet, hogy hallgatják ők is a közvetítésedet, és hallották, hogy mit mondtál. De egyenlőre ez nem elég eredményes, nem nagyon a megfelelő pozíciókba talán jönnek ezek a bumpok. A demo, vagy kevés még mindig, Exotic közben. Tehát kell tisztázni, de nem igazán tudja, csak éppen, hogy oldalra kilökni a labdát Juicy-tól, megint távol van az a labda, nem igazán tudnak
húzamosabb ideig labdát birtokolni és támadásokat kezdeményezni. Szerikó megint, de megint nincsen aztán boostja, hogy folytassa a tisztázást. Egy-egy labda éppen, hogy kikerül az ő térfelükről, de semmi más. További folytatást nem látunk. A BDS viszont folyamatosan ostrom alatt tartja a Gemmates kapuját. És megint elviszi, rally a passz, Exotic próbált lőni, és éppen, hogy védekíni tudott csak a Gentlemates. És a BDS-nek gyakorlatilag minden beleérést követően érkezik egy másik játékos. Tehát, hogyha beleér Exotic, és úgy látszik, mintha az ellenfélhez menne, akkor az ott lesz vagy Monkey Moon, vagy Drávid. És ez ugyanígy elmondható a másik játékosok esetében is. Ez most a különbség jelenleg a két csapat között. A BDS össze tud játszani, a Gentlemates pedig nem találja meg egymást. Most is Itachi egy személyben próbál valamit csinálni. Seiko végignézte középen, ahogy Itachi ott szenved. Harmadiként Juicy nyilván hátrébb maradt. De nem tudod, egyelőre egyáltalán nem ismerünk rá. Ez az a Gentlemates szerintem, akiket alapból gondoltunk az első qualifier előtt, hogy így fognak játszani. Tehát azóta már van egy top 2-jük, meg viszonylag jól sikerült azt követő split stage-ük is. Nem volt feltétlen azért fergeteges, éppen hogy azért tovább tudtak menni, de ettől függetlenül ennyire talán nem játszottak rosszul. Na most egy rotation-beli probléma, és megvan az a Gentlemates gól, amire 13 perc, 53 másodpercet kellett csak várni, tehát akkor mindenki hívja legközelebb 13:53-at, és akkor minden gondja megoldódik. Ivan vezet a Gentlemates, és talán a semmiből továbbra is, mert azért ez nem egy olyan szépen felépített támadás volt, nem is egy húzamosabb labdabirtoklás és támadás sorozat következménye volt, hanem csak becsordogált egy labda. A BDS szerintem továbbra is az, aki kontrollált eddig a mérkőzés. Most megint Exotic előtt üres a kapu, és egyenlít, van válasz rögtön a kék oldalról is. Monkey Moon, nagyon szép 50, az pedig Exotic egyből elviszi. Juicy nem számít, nem, hiába van ott már kevés ahhoz, hogy ezt a lövést kivédje. 45 másodperc a vége előtt, X megint az állás. Nézzük, aztán Drolli autójának a tetején a labda, jön a 50-50, Monkey Moon próbálja betenni, de most megakasztják a Gentlemates védői. Itachinak kell majd a saját backboardjáról, tovább teszi Juicy-nak, Juicy ellövi, és megint nem kezdenek semmit az a labda birtoklással, pedig nagyon meghátrált a BDS, most a lövés, azért ott most résen voltak, illet védve, de megint a BDS támad, ők lövéki a nyomás, és a Gentleman csak túlél. Az utolsó 10 másodpercet kéne mindkét csapatnak idézésen túlélni ahhoz, hogy itt még legyen hosszabbítás erre, majdnem hogy a Gentleman's lőgolt, vagy majdnem a BDS, Itachi megpróbálja lerakni, aztán egy 50-50, Monkey Moon még fenntartja, ő bizony a 0 másodperces gólra megy, és a BDS egyelőre egy ütemmel ellenfele előtt jár, de azért Seiko tovább megy egy flip resettel. Ott van még egy double, triple commit is talán a BDS-nél, továbbra is fenn van a labda. És végre most már sikerül rakniuk azt a labdát. Egy gólra a BDS a 3-0-ás vezetéstől, hát ami azért félig meddig lehet, hogy megpecsételné ennek a mérkőzésnek a sorsát. Habár láttunk már BO7 reverse sweepet, nem is olyan régen, de nem feltétlen mondjuk ettől a Gentlemates-től várnak. Igen, nézzük ez most, ahogy mondod, viszont most egy gyönyörűen felépített játék, és most egy tényleg megérdemelt gól a Gentlemates-től, és ezt a muszáj győzelmi kényszert, hát sikerül kielégíteniük, és megvan az első szedbeni győzelem is. Hát, pillanatra közben be is köszöntünk, aztán látjuk újra Itachit. Egy gyönyörű demo play volt, és aztán üres volt a kapu, megjött a hosszabbításban az a találat. Na, végre el lett tüntetve amúgy az egyik BDS játékos, erre vártunk, hogy megjönjenek ezek a bump play-ek, demo play-ek, ne pedig egymást nézzék itt a Gentlemates játékosok, hogy éppen mit tudnak kezdeni a labdával. Hát igen, ez most egy nagyon-nagyon fontos gól volt a Gentlemates számára.
mert így még azért a realitás esélyét megtartották, pedig az utolsó másodperceket láttuk, 0 másodpercnél mind a két csapatnak megvolt az esélye arra, hogy eldöntse a meccset, aztán viszont érkezett a hosszabbításba a Gentlemates és eldöntötte ezt az összecsapást. Itt most Rally azért nem feltétlen tudott villogni a mechanikus képességeivel. Egy olyan játék stílusra sikerült váltani a Gentlemanesnek, amivel egy kicsit talán a marokkói csodagyerek egy picit hátrébb szorult. Így van, az előző látható statisztikáknál ott, ahogy mondtad, vagy említettük is, volt 4 vagy 5 demója a Gentlemanesnek, egy a BDS oldalról, és igazából ez látszódott, hogy végre elkezdték kivenni a játékból a BDS játékosokat, és mivel egy az egyben leszerelni nem tudják őket, így hát valóban az, hogyha teljes mértékben kitörlöd őket 3-4 másodpercre a pályáról, az a megoldás. Nézzük, hogyan tudják továbbra is alkalmazni. Most a Gentlemates indíthat először támadást, jön Seiko, megvan még a reszetje, középre tudja csak lőni, kapura már nem. Egy jól visszapattanó labda még, aztán Monkey Moon tisztáz, és most labdabirtokláshoz juthat a BDS. Nézzük. Előre lövi, ott megint Seiko, Gráli az, aki hátra siet, elindulhat föl a plafonra, már nincs boostja, és aztán nem találja a labdát, a védő pedig arra számított, így tovább csordogált a labda. Itachi hát a mögött, Monkey Moon a lövés, kevés boosttal Itachi kivédi, jön egy megint lövés, egyből blokkolják, kifele pattanó labda, ott van az les esély Juicy-nak, üres a kapu, de nem eléggé üres, így se, éppen hogy kivédi Exotic. Hát kis ilyen hamar vezetéshez jutott a Gentlemates, de most a BDS az, aki megúszta. Aztán Monkey Moon majdnem egy ceiling öngolt próbált rúgni saját magának. És egy kicsit azért érződik, hogy a BDS is az előző meccset követően egy kicsit talán össze kell jobban szednie magát. Hát a Monkey Moon-nak nem sikerült öngolban, az most itt a Gentlemates, a Juicy-tól sikerült. Hát... szeretik, Kram, hogyha megidézem. Azt a mindenét. Hát amikor már mindenki azt hitte, hogy a Gentlemates visszajön teljesen a meccsbe, és a BDS-nek kéne valamit találnia a játékép alapján, hogy jön egy ekkora öngól. Hát ez gyönyörű. Így van, hát hogy maga a Gentlemates volt az, aki rácáfolt arra, hogy bármiféle momentum mellett, itt Monkey Moon közben egy gyönyörű bomba megcsúsztatja Drálinak a tisztázását. Hihetetlen erővel csúszott az a labda tovább, Itachi már nem ért, nem tudott fölérni. 2-0 a BDS-nek, és hát ahogy végül sikerült az előző mérkőzésen összekaparni ezt a győzelmet, most a Gentlemates megint nagyon távol van. Úgy érzem, hogy ettől az egész összecsapástól távol vannak megint. Nem igazán tudják megtalálni a momentumot, a formát, gyakorlatilag semmit. Ez egy öngól, az mindig sokat számít a csapatnak a mentájába. Főleg ugye, aki lőtte éppen azt az öngól Juicy részéről. Most egy óriási védelmi munka a BDS-nél, amit ott a gólvonal környékén tudtak megoldani. Felszabadítás sikerül, a labdatartás viszont már nem. De azért Gentlemates-nek a játéka az első két meccshez képest, ha bár továbbra is túl a gólalának a negyedik meccsen, jelentősen feljavult, és ez is játszik most abban szerepet, hogy a mérkőzés is talán egy nagyon minimálisan pörgősebb, mint eddig volt, illetve eddig láttuk. Kevésbé tudnak villogni a Team BDS játékosai egyénileg, illetve a csapatban is. Talán egy nagyon picit, mint hogyha egy kis megingást látszana a Team BDS oldalán. 2 perc még viszont hátra van. A Gentlemates-nek azért kellene ez a setbeli game is, hogy ugye egyenlíteni a szettállást. Nézzük, Exotic lövése. Hosszú felsőt kereste, de szép a védés. Visszateszik róla a labdát, Monkey Moon elől tisztáznak, de Monkey Moon még beleszól azért abba a labdába, abba a tisztázásba. Exotic a lövés,
és nem ér már oda egy Gentlemates védő, és ezzel a harmadik góllal egyre inkább elkönyvelhetünk egy újabb BDS sikert, és most reménykedek, hogy ezzel sikerül elszólnom, tehát az azt jelenteni, hogy a Gentlemates visszatalál a meccsbe, és visszatalál a setbe is, és izgalmasabb lesz kicsit, kevésbé egyoldalú lesz az összecsapás. Viszont a kickoff nem ezt mutatja nekünk, Seikozak éppen, hogy véd, majd azért szépen átjátsza, de aztán még van vagy hát nincs boostja, de még azért majdnem odaért ahhoz az 50-50-hez. Itachi back középre, nincs ott senki, akit ő kereshetne azzal a labdával. Jön megint Itachi felé a labda, befele középre csapattárs, keret Monkey Moon viszont közbelé. Trali, tovább hagy Exoticnak, aki azt a minét milyen lágyan ért bele ott. És aztán a kapufa is kellett valamint az ellenfél rossz beleérése. De itt van ez a lágy Exotic beleérés. Hát ezt Itachinak azért illet volna kivédenie. Együtt ugrott fel a csapattársával, megint csak egy double commit következtében vagyunk ott, hogy hát úgy, hogy van. Gentlemates egy újabb gémet dobhat lassan a kukába. Mert hogy egy perccel a vége előtt, hát ezen a szinten négy gólos hátrányból visszajönni, azt nem mondom, hogy lehetetlen, de inkább konvergál a 0%-hoz az esély. És nagyon nem úgy tűnik, hogy itt gyors kikókólok, illetve gólok születhetnének. A Gentlemates-nél mondjuk ez egy jó helyzet volt, de hát amíg ott van az a védelem, addig úgy gondolom, hogy nincs veszélyben ez a BDS siker. Van. Juicy próbál csúsztatni közben. Keresi azt a legalább egy gólt a Gentlemates, de azért a Team BDS sem áll, nem lépnek le arról a gázpedálról. Teljesen a földbe akarják tiporni ellenfelüket. Nem akarnak egy kicsi esélyt se hagyni arra, hogy valami momentumot visszataláljanak. Monkey Moon lövését csak félig tudja, vagy hát nem is tudja védeni, csak beleérni tud a védő. Itachi az a backflippel, de hát az így is a kapu bal felső régiójába talál. 9 másodperc vissza, 5-0. Hát ez már csak kozmetika, ez már csak úgynevezett garbage time. Juicy a ceilingről, blokkolják, most lejárt az időnk. És akkor inkább kérdéssel fordulok hozzád, miközben az utolsó másodpercek leperegnek, hogy hát nem igazán tudtak váltani a Gentlemates-nél taktikát. Mást kéne csinálniuk, más merre kéne keresgélniük választ, vagy azt várod tőlük, hogy amit eddig mondtál, a demók agresszív a play stílus, az kéne erőltetniük. Hát most láttál, egyébként nem tudom, most nem tudom fejből neked megmondani, hogy mennyi demójuk volt, de megint csak nem voltak meg a helyzetteremtések, és teljesen mi volt a terve Juicy-nak azon kívül, hogy leszerette volna másolni azt a bizonyos játékost? Nem, fogalmam nincs, hogy itt, tehát ebben a gólban is úgy gondolom, hogy Juicy volt benne, ebben a gólban is úgy gondolom, hogy Juicy volt benne, ha bár Itachi bevédte ezt. Hogy mondjam, itt a rotation nagyon-nagyon rossz már, ami azt illeti. Három demo volt, tehát az a helyzet, hogy Team BDS egy demóval is simán ledarálta az ellenfelét. Ez mutatja azt, hogy nem kell nekik jelenleg emberelőny ahhoz, hogy megmutassák, hogy ők a jobb csapat. És most már nagyon-nagyon közel vannak ahhoz, hogy bejussanak az elődöntőbe. Ugye ne felejtsük, ha már mondtam azt, hogy a BO7 reverse sweepet nem olyan régen láttunk, pont ellenük volt az. Így van, azért ez még kérdés lehet, de azért ott szorosabbnak véltem azt a csapást. Monkey Moon pedig megint 1v1-be megy, a bumpra megy rá is. Hát nem talál embert, vagy én nem tudom, hogy végül volt-e ott összeérés. Egy okos play volt, hogy arra megy, de nem, ott csak szimplán elmiszelte a labdát. Hát én nem hiszek a szememnek lassan. A Gentlemates darabokban lassan úgy érzem teljesen. Exotic közben újabb kezdőrugás után. Nem tudom, tényleg szavak hiány vagyok. Ezt RLCS-en, főleg egy előző döntőstől
teljes sokban vagyok, hogy ezt látjuk. Hasonló, mint a White Lady-től. Ez teljesen szokatlan. Hát ugye, igazából... Uff, a Juicy majdnem píkelt egy nagyot. Azt kell mondjam, bár mondjuk én nem vagyok egy hihetetlen nagy szakértő, de talán ez itt most, itt a második qualifier-on kijön az, hogy egy kicsit, mint hogyha inkonzisztencitás valósulna meg egy-két csapatnál. Lehetséges, hogy ez például a formátumban van, ugye abban, hogy nincs olyan, hogy például itt a top 4 bejutott az első qualin, és akkor automatikusan ott lennének a második qualinak a Swiss TG-be. Tehát ilyen nincs, közben Monkey Moon repülve a semmi közepéről valahogy kivédi ezt a labdát. Szóval így nincs semmi automatikus bejutás a Swiss TG-be, és jóval nagyobb energiákat kell mozgósítani, még ha egyszerű meccseket is játszanak, mégis plusz egy hét folyamatos, úgy most stresszbe van mindegyik csapat, hogy vajon sikerül-e a bejutás. Juicy azért most picit megvillan, de továbbra is ez a kérdés, hogy nem megvillanással, hanem konstans teljesítménye a Gentlemates tud-e hozni gémet. Jön egy szép lövés a bal alsóba, egyenlíti a mérkőzés állását, és valami hasonló kell a Gentlemates-el a támadó félben. Védekezésnél hát, ahogy mondtad, egy kicsit kiegyensúlyozottabb helyezkedés, rotation, aztán hát róla jött megint egy üres labda, és nem ezt látjuk. Teljesen elrotálja magát a Gentlemates. Kezdünk is, hanem Seiko elugrik a semmire gyakorlatilag. Teljesen kiveszi magát a játékból, Drolli előtt pedig hát sok nagyon-nagyon kevés, könnyebb gólszerzési lehetősége lesz szerintem, és volt is, mióta ő Rakit ligezik. Hát a BDS megint vezet, Seiko tisztáz, de megint csak egy idéglenesen. Itachi most egészen jól hozza ki a labdát, Drolli megakasztja, Exotic-nek hátul kell felugrania, de sikerül neki. Jön a passz felé, és az üres kapura a bomba, nem ér vissza a Gentlemates, a BDS 3-1-re vezet, és hát most már fél lábbal tényleg talán mondhatjuk azt, hogy a holnapon kezdhetnek el gondolkodni, és az Oxygen elleni stratégiák lehetnek a játékosok fejeiben. Hát ha még nem is az ő fejükben, de itt például Cassio-nak a fejével lassan átállhatnak erre a stratégiákra. Nyilván egy mérkőzés akkor van vége, hogyha nulla másodpercet követően a labda leír a földre, és kiírja majd a játék, hogy Team BDS nyert. Addig bizony még semmi nincs vége. Tehát most már fél távnál tartunk, és a Gentlemates azon kívül, hogy tudott szerezni egy gólt, azután megint csak kicsit leesett a játékuknak a színvonala, ugye Seiko-tól ott volt egy eléggé nagy misplay. Most lehetne egy újabb támadás, ketten elrepülnek. Hát szerencsére a Gentlemates-nek, és a BDS nem követte le ezt az akciót. Double commit, ott beugrik Exotic is, na ez most egy nagy lehetőség. Juicy viszont, hát megfordul, majd megpróbálna egy fake play-t. Ebben úgy gondolom, hogy több volt a Gentlemates-nél. Seiko még mindig érkezik Erriből, aztán valahogy megint kiszedi a Team BDS. Vannak hibák a BDS játékában, de ez az a BDS, aki talán ott lehetnek most már tényleg a Európa csúcsán. Így van. És ahogy mondtad, azt látni, hogy szereztek egy gólt a Gentlemates, de a villanások ott vannak, a potenciált látjuk, amit láttunk tőlük két héttel ezelőtt, közben egy kapufás lövés, Monkey Moon kis ilyen a negyedik gólt is megszerzi, most megmenekül a Gentlemates, de hogy valóban az a kiegyensúlyozatlanság, ami jellemzi a Gentlemates-et. Tudnak ezek a játékosok nagyon jól játszani, de most ez nagyon nem azt látjuk tőlük, és erre kell majd választ keresnünk. Úgy gondolom, hogy a harmadik qualifierre, hiszen ugye ezzel a vereséggel ők ki is fognak esni, és elbúcsúzunk tőlük a hétvégére. Még azért nincs vége, nézzük, Juicy próbálja követni, de hát inkább csak elhasználja a boostját. Monkey Moon tisztáz, megelőzik, jöhet a lövés, éppen hogy Monkey Moon csúsztat tovább, visszateszik még mindig, jó egy demo, és most Itachi megszerzi ezt a második gólt, és ez az, amire szüksége van a Gentlemates-nek. Kontrollált káosz a kapu előtt, és Drolli nem is látja, hogy ez a labda hol van, Itachi pedig gyönyörűen a
kapuba lövi. Van-e még visszaút? Nagyon elkezdett temetni a Gentlemates-et. Azért még az eredmény mindig egy visszahozható. Egy másik kérdés, hogy ahhoz az kéne, hogy ezeket a BDS támadásokat megfelelően kivédekezze a Gentlemates, ami egyébként sikerült is. De most már az egyenlítő gólt kéne valahogy megszerezni. Csúszni nagyon közel volt ehhez. Megszotik. Rá kell repülni Itachinak, különben beesett volna az a lövés. Ankimuto nem jó a beleérés, Itachi. Ott lehet a középre adott labda, inkább rámegy a bumpra. Double commit a BDS-nél, és aztán Monkey Moon felrobbantja Itachit, és ezzel megtöri a Gentlemanesnek a kontratámadását. Sőt, érkezik a lövés, Itachinak kell tisztáznia a 10 másodperc, az utolsó támadása a Gentlemanesnek, hogy a top 4 bejutás valahogy még elérje, de nem fogja, vagy mégis, még valahogy fenntartják a labdát. Monkey Moon nem ér bele, Itachi, ott lehet a középre adott labda, érkezik a lövés, gyönyörű viszont a blokk Exotic-tól, és ezzel pedig a Team BDS a negyedik csapat, aki kvalifikálja magát a holnapi Championship Sunday-re. Thank you.